Júliustól országos tilalom van érvényben, ami azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, utak mentén és kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tüzek csaknem 100%-át emberi gondatlanság okozza. Tűzgyújtási tilalom idején az erdők, fásítások 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad gyújtani tüzet. Ez vonatkozik arra is, hogyha van egy kültéri ingatlanunk, aminek a közelében mondjuk 200 méterén belül van egy erdő vagy egy fásítás. Ott nem lehet tüzet gyújtani, és még csak bográcsozni sem lehet, hiszen ugye a közelben lévő erdő miatt ezt nem tehetjük meg egészen addig, amíg a tűzgyújtási tilalmat vissza nem vonják. A belterületi bográcsozás megengedett, ám ha az ingatlan 200 méteres közelében erdő van, akkor az tiltott. A zöld hulladék égetés is veszélyes, mert száraz időben könnyen óriási lángok csaphatnak fel, ami a környezetet fenyegeti. Az égetés szabályait önkormányzati rendeletek határozzák meg, amelyek településenként eltérőek. Ha nincs helyi szabályozás, tilos a növényi hulladék égetése. A tevékenység előtt mindig tájékozódjunk az önkormányzatnál, de a hőségben inkább ne égessünk. Ebben a szárazságban nagyon könnyen begyulladhat minden, és Zala vármegyében nagyjából olyan 60 esetben avatkoztak már be a tűzoltók szabadtéri tűznél. Jellemzően egyébként, akik a kerti hulladékot égetnek, előfordult már, hogy ebből a kerti hulladék égetésből terjedt át a tűz esetleg egy melléképületre, esetleg járműre, de volt olyanra is példa, hogy egy családi házra. Tehát kifejezetten ebben az időszakban nem javasoljuk senkinek, hogy a kerti hulladékot elégesse. A szabályszegőket megbírságolhatják, ami 20 ezertől 3 millió forintig terjedhet. Ennek elkerülése érdekében a tűzoltók a zöld hulladék elszállítását vagy komposztálását javasolják. Kérik továbbá, ha tüzet észlelünk, azonnal hívjuk a 112-es segélyvonalat.